Újabb aljas választási trükköt vetettek be Brenzovics László KMKS elnök ellen a július 21-ére kiírt ukrajnai parlamenti választások kapcsán. A központi választási bizottságnál a nagyszülőst és Beregszászt is magába foglaló egyéni választói körzetben, amelyben Brenzovics László is indul, beregisztráltatta magát egy Kovács Miklós nevű személy. Így hívják a KMKS előző elnökét is. Sokakban zavart keltett a névegyezés, ami szavazatokat vihet el. Ezek régi trükkök, megszokott dolgok, ugye, mi még hallgassunk, hiszen az ungvári körzetben 4 Andrejevet jegyeztek be, azonban ez teljes mértékben erkölcstelen, hiszen a választások azért vannak, hogy a képviselőtek megmérettessék magukat, és akiben a legjobban bíznak, azt kell, hogy megválasztják, azt fogja utána képviselni ezt az adott közösséget, itt pedig mindenfajta csalás után próbálnak elerődni. Másrészt pedig nagyon sajnálom azt, hogy ez a Kovács Miklós Borzsováról ilyesmit vállalt. A június 23-án tartott testületi ülésen a központi választási bizottság további 642 képviselőjelöltet regisztrált a július 21-i előrehozott parlamenti választásokon. Ezek közül 212 képviselő indul egyéni választási körzetekben, 430 pedig országos pártlistás választókörzetben. Az egyéni választási körzetekben induló 212 képviselőjelölt közül 48 valamelyik párt színeiben indul, a többiek egyéni jelöltek. A vasárnapi testületi ülésen 18 képviselő jelöltségének elutasítására is sor került. Ezzel az előrehozott parlamenti választásokon az egyéni választási körzetekben induló képviselők száma elérte az 1593, az országos pártlistás körzetben indulóké pedig az 1743 főt.